Az Evangélium Lukács írása szerint 19. fejezet. Ezután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól ezért előrefutott, és felmászott egy vadfüge fára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá, Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, minnyáján zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odállt az úr elé, és ezt mondta, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amikor pedig ezeket hallották, mondott egy példázatot is, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alatvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk, amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Jött az első, és azt mondta, Uram, a minád tíz minát nyert. Az erre így szólt, Jól van jó szolgám, mivel hű voltál kevésen, legyen hatalma tíz város fölött. Azután jött a második, és jelentette, Uram, a minád öt minát nyert. Ehhez pedig így szólt. Uralkodj te is öt városon. Jött a harmadik is, aki így beszélt. Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor így szólt hozzá. A saját szavaid alapján ítélek meg gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, és behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, amit nem vetettem el? Miért nem tettet hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy mikor megjövök, kamatostól kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta: Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek tíz minája van. Mire ezt mondták neki? Uram, annak tíz minája van. De ő így válaszolt, Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben lévő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái azt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Amikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága Örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották. Áldott a király, aki az úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rende tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár csak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falait között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismertet fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, az én házam imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók és a nép vezetői, arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt.